mondd el, a Petiék gurultak be hozzánk, 71-es rajtszámon, nem túl magas az a szám? De. És itt jó helyen vagytok? Idén még igen. És jövőre? Ez még képlékeny egy picit. Vagy egy kategória, vagy két kategóriában följebb, vagy nyilván tudjuk. Jó, akkor ne beszéljünk a jövő évről, beszéljünk a holnapi napról, mit üzentek a lábatlaniaknak és a szurkolóknak, akik már ma elkezdték előzönleni a pályák széleit. Remélem jól fognak szórakozni. Igazán mi nagyon nem tudunk látványosan autózni, mert szerintem a Honda nem a látványos autózásnak az alanya. Álljanak jó helyre, onnan lehet is látni, és biztonságban is vannak szerintem. Most így van. Ez talán a legfontosabb. Így van, ez a legfontosabb üzenet. Várjatok, mert ezt hallanatok kell, navigátor is üzen nektek. Egy sört szeretnénk a végére megtartani, ezt mi fogjuk meginni a célba? Ja, erre jut eszembe, ha sört akartok inni és kellemesen, akkor 5 órakor itt mellettünk kezdődik egy blues fesztivál, ingyenesen, és bizony jó hideg sört is csapolnak. Nem tudom, hogy mi lesz ott minden, úgyhogy a lábatlaniaknak is ajánlom ezt a rendezvényt itt mellettünk. Nektek köszönöm, hogy itt voltatok, és találkozunk holnap.
Sziasztok! Majd kinézni technikai ellenőrzésre. Látok már benne egy címet, hogy azért a két dolgok, könyvben.